A Prosperitáti Alapítvány támogatásával vásárolt búzavetőgép jellegzetességeit magyarázza Dudás Sándor. Az ENTA gunarasi gazda saját erőből nem tudott volna új gépet venni. Nem lett volna esélyem gépet újítani, inkább idáig úgy oldottuk meg, hogy összefogással, tehát egymásnak adtuk a szerszámot, én nekem volt másik szerszám, akkor cserébe ő ezt elvitte, én kaptam tőle azt, és akkor idáig ez így működött. De most, hogy volt ez a Prosperitáti Alapítvány pályázat, 2017-ben sikerült nyerni búzavetőgépet is, a vejem nyert kukoricavetőgépet, úgyhogy most megoldódik a kérdés. Az ENTA gunarasi mezőgép kiállításra olyanok is érkeztek, akik még nem pályáztak, de az újabb lehetőségekről már ők sem akarnak lemaradni. Földnél is állattenyésztéssel foglalkozunk, nagyon szeretnénk egy rollbálázót. Én személy szerint a fiam, aki itt van, ő is itt van, ő ilyen csomagoló, bálacsomagolót, egy háromos rekét, ezt szeretnénk. A Prosperitáti Alapítvány támogatásával megvásárolt mezőgép kiállításra Juhász Bálint is ellátogatott. Az alapítvány ügyvezetője az újabb pályázati kör részleteit ismertette, amelyen a mezőgazdasági integrátorok beszállítói, a helyi termékek előállítói és forgalmazói, illetve a kezdő és induló vállalkozások nyerhetnek támogatást. Hasonló dolgokra lehet pályázni, azzal, hogy ugye integrációs pályázataink nyíltak meg most ebben az esetben, gabona, zöldség, gyümölcs, sertés, illetve mézintegráció. Itt a zöldség és a gabona integrációban a mezőgazdasági gép és kapcsolatú eszközök vásárlása újra azt gondolom, hogy dominálni fog. Ezen belül a precíziós gazdálkodásban használt eszközök most új lehetőség és pályázható cél, ami sok gazda esetében igény volt. Helyi termékek gyártása és forgalmazása, illetve kezdővállalkozások segítése is lehet pályázni. A Prosperitáti Alapítvány legújabb pályázati körének részletei az alapítvány honlapján a www.prosperitati.rs címen találhatóak meg.